Egy 21 esztendős helyi férfi megalapozottan gyanúsítható azzal, hogy a konyhaablakon keresztül bemászott egy nyugdíjas házaspár jászapáti házába a hajnali órákban. Kihasználva, hogy a sértettek alszanak, a testi közelségükből egy bőrkabátot lopott el, és különböző értékeket készített össze. Ez a fiú éjszaka, amink aludtunk, behatolt az ajtómon, és rendesen kirabolt, de nem csak mink vagyunk így, hanem többen vagyunk a partin, akibe betört. Sajnálom, de drogos állapotban nem tettünk róla, úgy én tőlem ennivalót kért, nem adtam neki, én elmondom a színvalóságos igazat, megijedtem, rettegtem, azt mondtam, hogy orvos kell, azt hittem, hogy szívinfarktus kapok, így nem mertem szólni, csak ajtót nyitottam neki, és kinyittam. És távoz, mondom, a házamból. A ház tulajdonos a motoszkálásra felébredt, és a konyhában belebotlott a tepertűt eszegető férfiba, akit ráadásul ismert. Kiparancsolta a házból a hivatlan látogatót, aki az asszony bőrkabátjával, benne 20 000 forinttal és egy doboz rózsaszín festékkel távozott. A hajnali bűncselekmény nyomaival máig szembesült a sértett, ugyanis a tettes a festékes vödröt a lépcsőn elejtette. Bejelentés követően a rendőrök elfogták a férfit. Előállították a Jászberényi rendőrkapitányságra, ahol kifosztás miatt kihallgatták. További 13 rendbeli lopással gyanúsítják, és egyesített büntetőeljárásban vizsgálják az ügyeket. A megalapozott gyanú szerint 2023 őszén több jászapáti házba ment be illetéktelenül, ahonnan kerékpárokat, élelmiszert, elektronikai cikkeket, ruhaneműket, több gázpalackot, tisztítószereket lopott el, de volt olyan eset is, amikor egy lakóház ajtaját bontotta ki és vitte magával. Néhány tárgyat a kutatáskor megtaláltak a rendőrök, azokat a későbbiekben visszaadják a sértetteknek. A nyomozó hatóság őrizetbe vette a gyanúsítottat, és kezdeményezték letartóztatását.